Korszerűsítés, a felújított MÁV kórházba költözik jövőre az Áhonyi járási hivatal. E-hulladék, évente 150 tonnát gyűjt be a megyei cég az elektronikai szemétből. Tök állat, elefántok és tigrisek is kaptak halloweeni tököt a hétvégén. Korszerű, modern épületbe költözik a jövő év végén az Áhonyi járási hivatal. A korábbi MÁV kórházat újítják fel, és ott fogadják majd az ügyfeleket. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket. A beruházás 300 millió forintba kerül. A felújítás után ide költözik a hatósági és a gyámügyi osztály, valamint itt lesz a kormányablak is. A korszerűsítés után 11 település 21 ezer lakosa intézheti modern környezetben ügyeit Záhonyban. Fontos dolgok és nagy dolgok történnek Záhonyban, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal életében is egy óriási dolog. Jelentős beruházást jelentettek be Záhonyban. Eddig bérleményben működött a helyi járási hivatal, régóta terben volt, hogy saját ingatlanba költöztessék. A Nemzeti Vagyonkezelővel megkötött határozatlan időre szóló megállapodás értelmében egy központi helynálló épületbe költözik a hivatal. A MÁV-nak a munkáinak a visszaszorulásával kicsit a MÁV is visszavonult, és rengeteg erőforrást hagyott itt Parlagon. Több olyan épület van, ami hasznosítható lehetne. Ez az egyik ilyen épület, ez a volt MÁV rendelő, szakrendelő volt. Az igény a lakosság részéről jelentkezett folyamatosan, hogy fel kellene újítani, szükség lenne valami funkciót találni neki. Sajnos a város elég kicsi ahhoz, hogy egy ekkora épületet hasznosítson. Ez nagyon jó ötlet volt, hogy a kormányhivatal be tudja lakni, és egy kormányhivatal egy értelmes funkciót tud neki biztosítani. Ez mindenféppen előny a városnak is, a városlakóknak is, a térségnek egyaránt. Néha már a gaz is benőtte, falait, ablakait graffitik borítják. Belülről sem néz ki jobban az épület, málik a festék a falakról, a csempétől kezdve a mosdókagylóig és poroltókészülékig minden van a padlón. Az egykori portahelyiség is üresen áll, rég nem tette be a lábát ide senki. Ez az ingatlan lesz az új otthon a hatósági és gyámosztálynak, valamint a kormányablaknak, a jövőben pedig munkaügyi és foglalkoztatási osztályt is létrehoznának Záhonyban. Mindehhez 21. századi körülmények állnak majd rendelkezésre, várhatóan jövő év végére. Ahogy itt, a megyében lévő másik 93 kormányhivatali épületben is fontos a korszerűsítés. A legutóbbi időszakban több mint 500 millió forint támogatást nyertünk el energiahatékonysági felújításokra. Ennek a forrásnak egy részét fogjuk rákölteni az Áhonyi hivatalunkra. Ebből több más épületünknek is az energetikai megújításhoz megtörténhet. Emellett pedig hazai forrásból Magyarország kormányától 300 millió forintot kaptunk arra, hogy a teljes rekonstrukciója megtörténhessen ennek az épületnek. Az Áhonyi az egyik legkisebb járás a megyében, 11 település 21 ezer lakosa él a területén. A hivatal helyzete pedig azért speciális, mert a járványhelyzet idején a szokásostól eltérő feladatai is akadtak az ukrán határ közelsége miatt. Nagyon sokan dolgoztak vendégmunkásként, dolgoznak a mai napig is Ukrajnából, Európa, akármelyik országában, és amikor az első hullám volt, akkor tömegével jöttek, mindenféle használt autóval például ide, és akkor a kocsik elhelyezését kellett megoltani, hiszen nem lehetett szanaszét. A város különböző pontjain hagyták a egyébként sokszor értéktelen autójukat, csak hogy haza tudjanak jutni a családhoz, de hát ad feladatot, hiszen a határ mellettiség az eleve okozhat esetlegesen problémákat, a megnövekedett várakozási idő. A sajtótájékoztatón elhangzott, az egykori MÁV rendelő épülete mellett további használaton kívüli állami ingatlanok kaphatnak Záhonyban új funkciót a jövőben. Döbbenetes adat, hogy a kínai nagyfalnál is nagyobb tömegű lehet a világon megtermelt e-hulladék mennyisége idén. Ehhez a csaknem 57 millió tonna mennyiséghez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is hozzájárul. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Évente 150 tonna elektronikai hulladékot gyűjt össze. Kombinált hűtőszekrény és régi televízió az utánfutón, utóbbi megemeléséhez is két emberre van szükség. Ez a két leggyakrabban leadott elektronikus hulladék a Kerék utcai hulladékudvarban Nyíregyházán. Egészen a legrégebbi mobiltelefontól, a legkisebb mobiltelefontól, a legnagyobb hűtőig minden található itt. Azt tudni kell, hogy jelen pillanatban ezeket mi is elektronikus hulladék hasznosító cégeknek adjuk át.
Tekintettel arra, hogy jelenleg a nyersanyagok ára igen magas a világpiacon, ezért most úgymond magasabb árat kapunk érte, egy olyan 25 forint per kilogramm lehet az elektronikus hulladékok vételára. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a régi képcsöves tévék újrahasznosítása viszont roppant bonyolult és költséges feladat, tehát ezeknek az átvételéhez még nekünk kell fizetni körülbelül olyan 150 forint per kilogrammot. A kulcs szó az, hogy az elektromos meghajtással rendelkező eszközök mind e-hulladéknak minősülnek. Ezeket eddig csak a két nyíregyházi hulladékudvarban és a hulladékkezelő telepen vették át. A megnövekedett igények miatt azonban bővítették ezt a szolgáltatást. A járási székhelyeken az önkormányzattal leegyeztetett időpontban előre elhelyeztünk egy-egy konténert, amiben a lakosság ingyenesen leadhatta a nála felgyűlt elektromos hulladékot. Ennek eredményeként ebbe az évben, évvégéig körülbelül olyan 150 tonna elektromos hulladékot sikerül majd begyűjtenünk. Sajnos azt nem tudom megmondani, hogy ez a keletkező hulladéknak hanyad részét teszi ki, de egyelőre ezt a színvonalat tudjuk biztosítani. Országosan közel 80 ezer tonna e-hulladék képződik évente, legalábbis amit a hulladékkezelő társaságok gyűjtenek. A különböző üzletekben azonban sokszor van csereakció, aminek keretében beveszik a régi eszközöket. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy a hulladék udvarban adja le a régi fűnyíróját, csak az alapvető szabályokra kell figyelnie. Semmi különösebb szabályra nem kell gondolni, nyitvatartási időben hozhatja be hozzánk az elektromos hulladékát, itt a kollégák megmutatják, hogy mely konténerbe helyezz el, oda ő ezt elhelyezi, és mondhatni nagyon környezetbarát módon, díjmentesen, ingyenesen megszabadult az elektronikus hulladékától. Sok értékes és ritka anyag rejtőzik a leselejtezett elektromos eszközökben, amelyekre több iparágban is szükség van. Egy tonna leselejtezett mobiltelefonban például több az arany, mint egy tonna aranyércben. A mobiltelefonokban lévő gallium orvosi hőmérőkben, ledekben, napelemekben, távcsövekben alkalmazható, az arzén tűzi játék előállításához kell, az ezüstöt pedig tükrök érintő képernyőkhöz való antibakteriális textilek és kesztyűk előállításához használják. Jubileumi évfordulót ünnepeltek a nyíregyházi Szivárvány idősek otthonában. A megyeszékhely legnagyobb szociális intézménye pontosan 10 éve került a református egyház fenntartásába. Az ünnepségen elhangzott, a járvány idején felértékelődött a szociális munka jelentősége. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Közös imádkozással és Isten tisztelettel kezdődött a sóstói Szivárvány idősek otthonának jubileumi ünnepsége. A szociális intézmény, amely összesen több mint 300 idős embert és pszichiátriai beteget lát el, egy évtizede került át Nyíregyháza önkormányzatától a református egyházhoz. Az előző 10 év annak köszönhető, hogy egy nagyon fontos döntésre jutott Nyíregyháza megyei jogú városa és a városi református egyházközség, amikor úgy döntöttek, hogy átadják, illetve átveszik a sóstói Szivárvány idősek otthonának a működtetését. Ahogy mondta a polgármester úr, egy szerződéses viszony jött létre, ami papírra van vetve, de sokkal fontosabb talán az a bizalom, amivel rábízta az intézményt a református egyházra, a helyi református egyházközségre, hogy működtesse. Vinnai Győző országgyűlési képviselő az intézményben dolgozók munkáját emelte ki. A politikus rávilágította arra, hogy a koronavírus berobbanása óta az ápolók váltak a lakók elsődleges lelki támaszává az intézmény falain belül. Egy társadalom fokmérője az, hogy hogyan bánik az idősekkel. Ezt ismerjük, ezt a mondatot, majdnem közhelyszerű ez a mondat. De hogy mi van mögötte, hogy hogyan adjuk meg az itt gondozott embereknek a méltóságot, hogy utolsó éveiket, vagy életük utolsó szakaszát méltóságban töltsék el. Olyan méltóságban, hogy az emberi létnek, hogy ők leéltek egy életet, tettek ezért az országért és társadalomért, itt pedig megkapják azt a lelki nyugalmat, azt a gondoskodást, amelyet a szociális dolgozók tudnak csak adni. Az intézmény épületét legutóbb idén tavasszal fejlesztették, akkor egy komolyabb energetikai felújítás valósult meg. Mint az Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármester elmondta, a nyíregyházi református egyházközség egy új légkört teremtett, az önkormányzat pedig mint partner minden fejlesztési tervét támogatja a fenntartónak.
Ez a város Nyíregyháza legnagyobb szociális ellátóintézménye, és én azt gondolom, hogy ez a 10 év, ugye ahogy Esperes úr is mondta, nagyon eredményes volt több szempontból. Egyrészt példamutató az a gondossága, hogy itt foglalkoznak az ellátottakkal, tehát ez a 10 év folyamatos fejlődést is jelentett, nem csak a szakmai munkában, hiszen az adott volt, hanem a körülmények folyamatos javításában. Az ünnepi eseményen az intézmény vezetői díjakat is átadtak. Azokat a dolgozókat ismerték el, akik az elmúlt 1 évben kiemelkedő munkát végeztek az idősek és a pszichiátriai betegek ellátásában. Egy napjuk marad a civil szervezeteknek arra, hogy jelentkezzenek a Nemzeti Együttműködési Alap idei összevont kiírásaira. Fontos tudni, hogy a sikeres pályázathoz elengedhetetlen, hogy a beadott jelentkezési lap megfelelően legyen kitöltve, és a szükséges dokumentumok mindegyike csatolva legyen. Azok is segítséget kaphatnak, akiknek a pályázatait elutasítják. Több ezer civil szervezet működik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, jelentős közösség formáló megtartó erőt képviselve az élet számos területén. Számukra fontosak azok a pályázatok, amelyek a működésüket, munkájukat segítik. Októberben jelentek meg a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásai, amelyek közül az összevontak beadási határideje szerda délután 2 órakor lejár. A civil szervezetek pályázhatnak vagy szakmai és működési közös programra, tehát ezt úgy értem, hogy működési költségekre és szakmai programra. Ebben az esetben 3,9 millió forint erejéig pályázhatnak az 5 kollégiumban, egy kollégium esetén 3,5 millió forintig, míg abban az esetben, ha csak működési költségre pályáznak, akkor 3 millió forintig pályázhatnak ezek a civil szervezetek. Az összevont pályázatokra azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyeket 2020. december 31-ig nyilvántartásba vettek és rendelkeznek egy lezárt üzleti év beszámolójával. A nyertes pályázatokat 100%-ig finanszírozzák, bár az elnyert pénz majd csak jövő év április eleje és 2023. március vége között használhatják fel az érintett szervezetek, igényelhető előfinanszírozás. A másik lehetőség az idei évtől áll fönt, az egyszerűsített támogatás egyfajta bevezetése, akik érvényes pályázatot adnak le, de a szakmai bírálat után alapján nem részesülnek támogatásban, ha beékszerik ezt a lehetőséget az adatlapon, akkor 150 ezer forint egyszerűsített támogatásra jogosultak. Ez mutatja azt, hogy ezen szakmailag támogatásban nem részesülő szervezetek munkáját is a kiíró Magyarország kormánya, a miniszterelnökség megbecsüli, tudja, hogy ebben nekik munkájuk volt, munkát fektettek ebbe a pályázatba, és ezt próbálja honorálni azzal, hogy a működésüket egy ilyen kisebb, de a civil mindennapos létet azért segítő támogatásról beszélünk. Az egyszerűsített pályázatok beadására valamivel több idő van még, november 17-ig kell ezeket benyújtani. Ha formailag megfelelőek, automatikusan jár a maximum 350 ezres támogatás. Fontos azonban tudni, hiánypótlásra egyik kiírásnál sincs lehetőség. Szereti-e a szumátrai tigris a faragott halloweeni tököt? Erre a titokra is fény derült a hétvégén a Nyíregyházi Állatparkban. Azt is megtudhatták a látogatók, hogy az ázsiai elefántok mennyi idő alatt fogyasztanak el egy faragott tököt. Pár másodperc alatt habzsolták be az ázsiai elefánthölgyek a másfél óra alatt kifaragott halloween tököket. A Nyíregyházi Állatparkban idén is tökös nassolnivalókat kínáltak a lakóknak. Itt az őszi szünet, itt a sütőtök szezonja, és ilyenkor különleges tök csemegével kedveskedünk állatkerti lakóinknak. Ami érdekesség, hogy előző nap a faragott tököket az állatkerti szállodánk vendégei készítik el, aztán pedig egy lista alapján együtt csoportosan végigkísérve adunk mindenkinek tökös csemegét. Óriási az érdeklődés, hiszen erre a programra bárki csatlakozhatott. A cicás tök a szumátrai tigrisek lakomája lesz. A látogatók számára ez az egyik legérdekesebb állomás. A hím tigris ugyanis úgy játszik a faragott tökkel, mint kis cica a gombolyaggal. A tökökben természetesen az állatok kedvenc csemegéit rejtették el a gondozók.
Óriási volt az állatcsaládok repertoárja, például a szurikátáknak adtunk liszkukacot, különféle magvakkal kedveskedtünk a sülőknek, de a főemlősök sem maradtak ki a jóból, tehát gibbonfélék, orángutánok is kaptak a finom csemegéből, de azt hiszem a legnagyobb érdeklődés a nagymacskákat övezi, ők húst kaptak a tök csemegébe. A halloweeni látványetetés idén is népszerű volt a nyíregyházi állatparkban. A program a szervezők szerint azért sikeres, mert a mókás tökevés mellett számos érdekességet is megtudhatnak a látogatók a park lakóinak mindennapjairól. Az állatkertek szerepe a faj megőrzésről szól, és minél kevesebb emberi hatás éri őket, nem beszélve arról, hogy életveszélyes lenne hozzájuk közel kerülni. Nyilván a tököket egy tök nem hoz a lázba a tigris, viszont ha húst rejtünk a csemegét, húsos csemegét rejtünk a számukra, akkor mindenképpen igen. Hétfőtől elérhető az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését támogató pályázat 12. egyben záró fordulója. A pályázat 2020. november végén indult, azóta szakaszosan lehetett kérni a támogatást. A teljes keretösszeg 1 milliárd forint, így az utolsó szakaszban még bőven van lehetőségük pályázni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kerékpárosoknak is. Pedál-szenzoros e-bike vásárlásához 90 ezer forint állami támogatás jár, míg a nyomaték-szenzoros e-bike vásárlásához 150 ezer forint állami támogatást lehet igényelni. Egy győztes és egy vesztes mérkőzést követően búcsúzott a belgrádi ökölvívó világbajnokságtól Kovács Rihárd. Az NVSC 63,5 kg-os súlycsoportban induló versenyzője előpontozással legyőzte a mexikói Moráleszt, majd a nyolcad döntőben szintén pontozással vereséget szenvedett a török Özmentől. Sorozatban harmadik mérkőzését is megnyerte a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a férfi kosárlabda NB1A csoportjának 8. fordulójában a Kaposvárt fogadták, és 90-82-re verték ellenfelüket. Pető Ákos jelenleg 11. helyen álló együttese pénteken a 13. Zalaegerszeghez látogat. A mérkőzés elején felváltva estek a kosarak, aztán néhány pontos előnyt szereztek a cápák, de az első szünetre már egy pontos kaposvári vezetésnél vonultak le a csapatok. A második játékrész derekára 11 ponttal elléptek a vendégek, majd egy hazai időkérést követően a félidőig 3 pontra felzárkózott a Nyíregyháza. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a felek, teljesen nyílt volt a mérkőzés, az utolsó 10 perce 3 pontos hazai vezetésnél futottak ki a játékosok. A záró negyedben ellenállhatatlanul játszott Pető Ákos együttese, és visszaverve a Kaposvár minden felzárkózási kísérletét, sorozatban harmadik győzelmét aratta a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az első 15 perc nagyon vártuk, hogy a Kaposvár mit fog csinálni, és megbüntettek. Tudtuk, hogy amikor magas szerkezettel vannak, nagyon erősek lepattanóban, és szerencsére végjátékban voltak bravúros lepattanóink, és abból tudtunk könnyű kosarat dobni. Szerintem az jelentette a végén a mérleg nyelvét, illetve Nigel, amikor megakadt a szekerünk, akkor a meccsben tartott minket az egyéni teljesítményével. A nyíregyháziak amerikai irányítója 38 perc alatt 38 ponttal, 5 lepattanóval és 6 gólpasszal vette ki részét a győzelemből. A második negyedben az volt a kulcs, hogy elkezdtük leszedni a lepattanókat, nem engedtünk annyi második esélyt az ellenfélnek, a másik oldalon könnyebb kosarakat szerezhettünk, és volt egy jó periódusunk, amivel visszajöttünk, így már vezettünk a nagy szünetre. Számomra ez egy olyan meccs volt, amikor éreztem, hogy minden dobásom be fog menni. A csapattársaim is arra bíztattak, hogy legyek agresszív. Örülök, hogy megszereztük az egymást követő harmadik győzelmünket. A kaposvári csapatkapitánya szintén Johnson teljesítményében és saját csapata védekezésében látta a vereségük okát. A különbség a jobb szélen ülő játékos volt, Johnson személyében, aki 38 pontot dobott, és a második félidő volt a különbség, ami döntött, hogy nagyon sok kosarat kaptunk, szétesett a védekezésünk, az első félidőben még úgy, ahogy működött, de a másodikban sajnos nem tudtuk megvalósítani, amit elképzeltünk, és amit szerettünk volna a védekezésben. Ez okozta a vesztünket, és a sok kiagyott zicser szerintem a második esélyből volt nagyon sokszor lepattanó után, amikor visszaraktuk, de nem ment be, és ismét visszaraktuk, de sem ment be, és abba kaptunk egy gyors nyitást. Illetve a sok 2+1-es akció, ami megpecsételte a sorsunkat.
A forduló további eredményei a következők: Szolnok Kecskemét 81-63, Sopron Albafehérvár 82-95, Atomerőműese Szeged 84-90, Körment Pécs 84-71, Debrecen Zalaegerszeg 88-66 és Szombathely Oroszlán 81-73. A tabellát a Szombathely vezeti 9 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel. A 3 győzelemmel és 6 vereséggel 11. helyen álló Nyíregyháza pénteken a 2-6-os mutatóval rendelkező 13. Zalaegerszeg otthonában lép pályára. Győzelemmel zárta az NB1 első körét a kisvárdai futballcsapat. João Janeiro együttese a 11. fordulóban 5-0-ra verte az Zalaegerszeget, és a tabella élén várja a második helyezett Ferencváros elleni vasárnapi hazai mérkőzését. 5 gólos vereséget szenvedett Pécsen a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari az NB2 14. fordulójában kapott ki 6-1-re. Feckó Tamás 5. helyen álló együttese vasárnap a 8. Győrt fogadja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Korszerű modern épületbe költözik a jövő év végén a Záhonyi járási hivatal, a korábbi MÁV kórházat újítják fel, és ott fogadják majd az ügyfeleket. A beruházás 300 millió forintba kerül. A felújítás után ide költözik a hatósági és a gyámügyi osztály, valamint itt lesz a kormányablak is. A korszerűsítés után 11 település 21 ezer lakosa intézheti modern környezetben ügyeit Záhonyban. 2021-ben a kínai nagyfalnál is nagyobb tömegű lehet a világon megtermelt e-hulladék mennyisége. Ehhez a csaknem 57 millió tonna mennyiséghez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is hozzájárul. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Évente 150 tonna elektronikai hulladékot gyűjt össze. Szereti-e a szumátrai tigris a faragott halloweeni tököt? Erre a titokra is fény derült a hétvégén a Nyíregyházi állatparkban. Azt is megtudhatták a látogatók, hogy az ázsiai elefántok mennyi idő alatt fogyasztanak el egy faragott tököt. November 2-án kedden a Kölcsei televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedd este nagy rész borult lesz az ég felettünk, de komolyabb eső nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Általában 3 és 6 fok közé hűl le a levegő. Szerdán marad a borongós idő, de eső nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között valószínű. A hét további részében marad az esős, hideg, őszies idő.